Hát, elérkezett ez az idő is, hogy újra itt legyek a GTA 4 Lost and Damned végigjátszásunkkal. Már egy jó két hete nem csináltam egyetlen részt se. Ugye újra kell tenni a gépet, és így a... Hát a mentések elmentek, mert elfelejtettem el, vagyis rárakni pendrive-ről, vagy valami ilyesmi, de elmentem, eljutottam odáig, ahonnan abba hagytuk, ugye Elizabeth adott még küldetést. Így mellékküldetéseket nem nagyon csináltam, azt egy emberhez elment, ahol elmentünk, de ilyen bandaháború, motorverseny nem is csináltunk, azt nem csináltam egyáltalán, nem. Úgyhogy nem mentem el senkivel, se sehová. De hát, részletkérdés, vagy na, szerintem kezdjük is el, ne húzzuk itt az időt. Csináljuk meg Elizabeth a utolsó küldetését, úgy tudom, és a egyik legnehezebb küldetést a játékban, ha nem a legnehezebb, és remélem, hogy nem fog felidegesíteni ez a játék, ez a GTA-s játék, mint az előző GTA-s játék, ugye a GTA 3. De hát majd kiderül, én azt mondom. Ne vonjunk le ilyen vakmerő következtetéseket, vagy hogy mondják. Igen, ezt csináltuk, Márta bája is csináltuk. Vagy nem. Legutoljára izét csináltuk, mikor Bryant, Janó, meg kell tölni, de én ugye nem öltem meg, úgyhogy Janó elmenekült, elfutott, mint egy kis vaddisznó malac. A hangerő az nem tudom miért nem a hexerem van itt, hanem miért ez a szaros motor. Lusta vagyok odáig elmenni, hallja meg, úgyhogy fogok gyors egy taxit. Hát így nem tudom, hogy kb. Olyan 30-28 FPS-re mehet most a játék. Nem tudom így mennyire tapasztalható a laggolás. Majd ezt a részt megcsinálom, ha nem még a következő részt is, és utána majd én is megnézem, hogy mennyire tapasztalható ezek a kisebb laggolások, és majd úgy próbálom beállítani a játékot. Ugye ez már egy másik monitorom megy. Fogalmam sincs. Mindegy, most nem locsol senki, nem kapálják a bokrot, igaz még csak hajnal, reggel 6 óra van, mondjuk reggelnek, nevezzük reggelnek, úgyhogy happy. Hello, úgy látom, van egy kis probléma. Megint nem értem, mit mondasz. Ó, eszek, persze, kicsit kövér vagyok, de eszek. There's gonna be another time, man. Shit's closing in. All these snitches all over the place. If I can hear that on your wiretap, Andreas, you fucking hear that? Ez szép volt, Elizabeth, a hely tele van, ez a hely tele van köcsögökkel. Ez mindannyian itt vagyunk, nagyszerű, szóval mind köcsögök vagyunk a szemedben. Nem is kéne nekem az a hülye Márta. You don't gotta worry about me, and you don't gotta worry about her neither, okay? Nem aggódok, te miatt ott se, remélem börtönbe rohadsz, és tudja, hogy börtönbe rohadsz, és még hogy 100 évig elítélnek, vagy mennyire, 500-ra, 200-ra. Hát mit dumálsz? Mindegy, leszorom. Butterfly-ba kell mennünk, a szarság ott kerül szor. Szor, nem igaz, a sejpítés, pont. Igen. Megint támogatást lehet kérni. Kicsit bele kell szoknom, hát nem is annyira irányításban, mert ugye ideig eljutottam, de eléggé furcsa, hogy most GTA 3 után kicsit más a irányítás, meg minden. Ugyanaz a város, de mégsem, mint a másik városban lennénk. Nem is az abban a Liberty City-ben, ahol régen voltunk a GTA 3-as időkben. Tűn. Tűn. Faszikám. Akkor, na most már hexerem, most vettem észre, egy izével mentem Lycan-nel vagy mivel, és egy berakták nekem a hexet, vagyis Chop 2-t.
Jó, megint jönnek az a hülye dudával. Remélem hallatszik. Ilyen dudát fogok betenni a kocsimba a GT5-be. Úton van ilyen duda is. A duda. Ki ez a... Szöszi? Ó, a téglát, megfogja a téglát. Ó, az 2 kilós tégla lehet, akkor már ma felépítsük a hostess házat. Na? Jó anyag, ugye? Na. Hoppá, beszívott. That's good. Na. Szöszikém. És most ne a segre, ne a segít nézzétek. Motherfucker! Hexer! Milyen Hexer? Csop 2! Meghalt Csop 2! Szóval ezért raktál be Csop 2-t. Nem a Lycan-nel kell menni. Meg azért, hogy egy ilyen hülye Vice City-s lövéseket csináljunk. Ebben a Vice City voltak olyan küldetések, hogy így nekünk csak lőni kellett. Mikor Lance vezette a helikoptert, Lance vezette a motorcsónakot. Régi szép idő. Good to memories. Na erre, öregkoromban erre a küldetésre nem régi szép idő, vagy nem szépre fog emlékezni. Nagy szar. Most még jól is megy. Váltsunk valami rádió csatornát. That's right. Annak a máknak... Ennek a másik fickó, nem tudom most hogy hívják. Ennek is túl kell élni, gondolom. Ah, itt nem, egy kicsit belakor, észrevettem én is. De belefér. Skill-el fel lehet robbant, akkor azt mondom. Hát igen, itten... Azt a rohadt! Hú, azt hittem felrobbanunk mi is. De jó, egy fekete nigger vezeti a motort, akkor bajunk nem esett, ugye? De ez nem semmi rasszizmus, nem volt ebbe. Kiküldik egész járdot. És megint lecserélték erre a hülye fegyverre a én kis izémet. Rövidcsövű vadász, vagy rövidcsövű shotgunomat. Már hányszor cseréltem vissza azt a... nem szeretem azt, jó! Nagy a tűzereje ennek a fegyvernek, amit most használok, hát lássátok! Szétbassza a rendőrkocsit, minden. Aki ott benn van, annak itt game over van. De akkor is, én nem szeretem. Jaj, most megyünk a benzinkúta. What you gonna do with a bad view? Bassza meg, a benzinkúta, az én motorom nem benzinnel van. Napelemes. Most Terry Crane-nek is túl kell élnie? Ez az, leveszik a pajzsot. Nem is néztem, hogy mennyi volt a pajzsom, de ilyen hamar levették a teljeset. Úgy teljes volt, mert felkészültem erre a küldetésre. Tudtam, hogy milyen szar lesz, és az is. Oké, most egy jó kis átvezető. Merre menjünk? Uram, atyám! Le van zárva út. Jaj, pont itt van autószalon. Át tudunk menni a üvegen. Bam, bam, bam. Kemények vagyunk. Össze-vissza, én lövöldök össze-vissza. Úgy sem használok. Ez igen? Nem is én lőttem ki a üveget, hanem a motor. Jaj, ismerős az a hely. Valaki itt lakni fog. Úgy tudom, Nico Belliknek hívja. De itt most még nem lakik itt, már tudom mikor fog itt lakni. Majd elmondom. 2 hotdogot legyen szíves. És nem akarom elkívánni, mintha jól is menne, nem? Vagy... Nektek jó, sokkal jobban ment? Nem tudom. Hú, most nézhetem ennek a feka niggernek a fejét. Mark. Oh, there she comes. Nem is így. Oh, here she comes. Watch out, boy. Na, ezt nem szeretem. Mikor ezeket a gránátokat kell dobálni. Nem látok szart se. És nem kell nyomni semmit, vagy a szar van. Ilyen hülye a kép. De jó. Nem látok semmit. A faszomba már veletek. Mi ez a hülye irányítás? Mi ez a hülye kamera nézet? Nem is irányítás, mert nem is én irányítok, semmit sem irányítok most. Uram, atyám!
Lőjetek már! Most ne ti lőjetek, én dobjam ezt a hiegránátot, jól. Na! Most szerencsém, hogy nem lőnek amúgy. Lőtek volna, nekem már végem lett volna. Jó van. Ez már nem... Jó, szerintem sikerült, sikerült, mert nem, lesz, nem jön semmi. Nagyszerű, nézzük ezt a... Ez igen! A hülye vezetésed, bazd meg. Ahhoz képest, hogy ez a motor egy japán rizsrakéta, elbírt minket. Jó volt. Majd biztos elmegyek veled a Jefferson Motelbe. De akkor is egy jó kis choppert választál, mint hogy ezt a motort. Ez a milyen versenymotor, nem tudom, nem tetszik nekem ez. Nehéz a irányítása. Jó, choppernek se könnyű, de akkor is. És büfögnünk kell. Oké, okay, biztos Lizet még fel kell hívnunk. Vagy... Igen. Ki esett már erről a motorra? Uram, atyám, melyik nyomorék csicska, hülye állat. Ez Máknak a motorja volt. Biztos izé... De izé Deson nem respawnolták, vagy hogy mondják. Most Desont lelőhetem? Ha már nem küldetés vagyunk, lelőhetem Desont? Itt van, vagy ő már nem is lesz küldetés, most már meghalhat, de úgy tudom, mintha nem lenne. Én hallom, mert nem lelőm. This is not personal. Mi ez, hogy nem esel le a hülye motorról? Mi? Fogunk ilyen izé, golyóálló. Sérthetetlenség, ott be van írva, mi? Ez igen! Mi a szar van ezzel a csávóval, hogy nem... Hatol át rajta a golyó. Most kéne a jó kis... Ha nem hatol át a golyó, akkor gránát is megteszi. Mi a szar? Na azé, de fogadjunk Deson túlélte. Hát, a fasz se tudja. Mint ott úszna. Nem úszik ott senki. Na azért. Amit mondtam, azt megmondtam. Nem akarom, hogy Deson túlélje. Na most ide jó küldetésünk nincs, de addig nem is hívnom, míg ez a hülye körözés. Johnny, hallottam, hogy a hexered elromlott. Elromlott, felrobbantották, bazd meg. Hív fel és megjavítom. Ki volt ez? Melyik állat? Jaj, közben már dobálom gránátot. Clay volt. Hallotta, hogy a hexerem elromlott. Hát ő is ott volt. Ahogy hallotta, vak volt? Uram, atyám. Úgy látom, ott van egy emberke. De azt tudom is, hogy ki lehetett az, most ki aznak, ki lehetett az. Nem igaz, gyere már az, üss el, üss el! De miért ez a hülye motorra, hogy most vettem észre? Jaj, mert a hexerem elromlott. Most elég szépen laggol egész játék, de... I don't care. Oh, yeah. Na végre, két emberke is van amúgy. Most látom, nem, biztos előbb rották be a másik emberként, mert nem tűnt fel előbb. Ja, jó a csengő hangom, ugye, srácok? Ashley, mi a fasz akarsz már te? Ribbons, te... It's nothing. De akkor mi meghiszel, ha semmiért? Jaj, Ray Bocsino. Jaj, most Ray Bocsinónak kell küldetést csinálnunk, de jó, akkor már vége fele vagyunk. Akkor át kéne menni vissza a másik szigetre, ugye? Nagyszerű. Kicsi Itáliába vagyok. Kicsi gesztenye, ó, barna a szeme. Ó, na most sugár. Nem is így van. Jó, akkor gyerünk vissza. Bazd meg, nem így. A kurva istent. Na. Én nem akarok elütni semmi rendőrt. Vagy elsőnk, vegyük fel azt a ember. Várjunk, akkor gyerünk el az emberkéhez. Az úgy tudom, itt is... Itt van, igen, közel van. Ez egy férfi lesz. Férfi. Nagyszerű.
De minek íják is férfőnő? Ugyan mindegy, nem? Most így a helyzetünkhöz. Ashley, már megint. Ashley. Baby. Baby, baby, baby. Oh! Szükségem van rád, keresd fel minél előbb. Jaj, ezt tudom, melyik küldetés? Jaj, ez jó lesz! Ho-ho! Gyerünk, megyünk is! Ho-ho! Favorite mission! Mission! Jajaj! Egy olyan karakter lesz itten, bemutatás kényszerülve, komolyan. Ez old karakter, ez visszatérő karakter lesz. Bizonyára tudjátok már, ki lesz az. De hát ha nem, akkor még aludjatok rá egyet, mert most befejeztem ezt a részt ennek a videónak, vagy ennek a végigjátszásnak. Szóval most itt a vége. Hellóztok!